családi kapcsolataink, az első gondolatom, ami az volt, hogy hát ezek a legszebbek. Emlékszem rá, amikor mi összeházasodtunk és tervezgettük azt, hogy majd lesz családunk, lesznek gyermekeink, az milyen jó érzéssel töltött el, és mekkora pánik alakult ki, most ezt idézőjelesen mondom, amikor az első orvosi vélemények az voltak, hogy nektek nem lehetnek gyerekeitek. Hála Istennek, hogy ő ezt másként gondolta, és lett négy gyönyörű gyermekünk, de amellett, hogy a legszebb kapcsolataink itt alakulnak ki, én azt gondolom, hogy a legnehezebbek is, mert időnként a legnagyobb fájdalmainkat is itt éljük meg. Nagyon-nagyon közeli, és nagyon benne vagyunk ezekben a kapcsolatokban. De a világban valahogy azt látom, hogy mégse így közelítenek nagyon sokszor a családhoz, a családi kapcsolatokhoz. Én néhány nappal ezelőtt hallottam egy éneket, amit nem fogok elénekelni, de ami jobb is nektek mindannyiótoknak, de azért idéznék belőle. Nem titok, hogy nem egy keresztény énekről lesz szó, és nem egy keresztény szerzőtől. Egy nagyon híres munkássága elismerés, amiért a Presser Gáborról van szó egyébként. És ez egyik szerzeményét hallottam, talán egy hetes. Hát megdöbbentett. Idézek belőlem. Ja, az a cím, hogy kézen fogsz és hazavezetsz. Lehet, hogy hallottátok ti is már. Mikor elfutott az utolsó ló, és olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz, te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senkim nincs, és nem is lesz, te kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor senkinek sem kell a melóm, és csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy elővesz, te kézen fogsz és hazavezetsz. De az utolsó verszak, de ha elhagysz engem, meghalok. Vagy ami még rosszabb, talán megmaradok. És akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, hogy hazavezess. Nagyon-nagyon szomorú ez a dolog. Azt gondolom, hogy a családi kapcsolataink, azok nem ilyenek. Hát Isten nem ezt álmodta meg, és nem ezt tervezte nekünk. Ő azt tervezte, és azt akarja, hogy szeretett kapcsolatban tudjunk élni a mi saját családunkban. És hát ez a felolvasott ige rész is ugyanerről szól. Képzeljük el magunkat most, hogy nem itt vagyunk Csengődön, bár nagyon jó itt nekünk, hogy nem itt vagyunk most Csengődön, hanem ott vagyunk Efézusban, és hallgatjuk éppen Timóteust, amint ugye összehívta a gyülekezetet tele a templom, most is tele vagyunk, ez egy nagyon jó állapot, és előveszik Pál apostol levelét, és elkezdi felolvasni a gyülekezetnek, hogy mit üzen Pál nekünk most. És mindenki csüng a szavain, és hallgatják az üzenetet, és akkor elérkezünk ide a hatodik részhez, ami a családról, a gyermekekről is szól többek között. És elkezdi az első verset olvasni Timóteus, és azt mondja, hogy hát egy gyermekek, engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek. Miért? Hát azt is megindokolja, mert ez a helyes. Mert ennek így kell lenni, hogy apa és anya, ez nagyon fontos az életünkben, a gyermekek életében, és amit a szüleitek mondanak nektek, hát azt tegyétek. Mert hogy a gyermek viselkedése az rendkívül fontos Istennek. De mit jelent az, hogy engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek az Úrban? Mit jelent az, hogy az Úrban kell engedelmeskedni? Úgy tegyétek. Úgy cselekedjetek, úgy viselkedjetek, minthogyha az Isten ott lenne. Minthogyha neki engedelmeskednénk, vagy engedelmeskednétek. Hiszen a szülőknek való engedelmesség az valójában az Istennek való engedelmesség.
Mert a szülői tiszteletet, azt a szülők az Istentől kapták. Tehát a gyermekek, úgy viselkedjetek, minthogyha a ti szüleitek helyett az Isten előtt, vagy Isten állna előttetek. És aztán azt mondja Pál, hogy tiszteld apádat és anyádat. Nem csak az egyik szülőt említi, nem csak a másikat, hanem mind a kettőt. De ez a belül, vagy ez a tisztelet, ez nem olyan, mint az engedelmesség. Engedelmeskedek egy külső cselekedettel. A tisztelet az innen belülről kell, hogy fakadjon. Hálás vagyok-e az én szüleimnek? Elmondtad-e nekik már valaha? Nem tudjuk, meddig tart az a lehetőség, amíg elmondhatom nekik. Amikor például emlékszem rá, elköltöztem otthonról, hát ez először nagy perpatvart kapart. Emlékszem, édesanyámra azt mondta, hogy hát még azt gondoltam, hogy egy évig a fiam maradsz. Anyám, mindig a fiad maradok. És úgy elgondolkodtam azon, már most nem tudom neki elmondani, de elgondolkodtam azon, hogy elmondtam-e neki azt, hogy mennyire vagyok hálás azért, amit ő tett. Meg tudtad-e beszélni a nehéz dolgokat, a fájdalmas eseteket? Ha már szülőként, meg tudom-e tanítani a gyermekemnek mondjuk a munkaszeretetét, a munkaértékét? Meg tudom-e neki tanítani a szeretet fontosságát? Mennyire fontos az a szeretet kapcsolat, ami a gyermek és a szülő között kialakul? Aztán ez az ötödik parancsolat, amit Pál idéz, tiszteld apádat és anyádat, azt is mondja a gyermeknek, hogy hát az életben van egy helyes út, hát meg van egy helytelen. Hogy kicsit szemléltessem, a helyes út az egy olyan aszfaltozott út, ami ki van világítva, ami nyugodtan lehet görkorcsázni. Nem tudom, hogy gyerekkorotokban görkorcsáztatok-e. Hát nem ilyen egy sínen volt, mint manapság, hanem négy kereke volt, meg föl kellett szíjazni a cipőre. Hát az aszfaltos úton lehetett. Nagyok a testünk, de ott lehetett. Na most a helytelen út, az, ami nincs ki aszfaltozva, tele van kővel, az útszélén ott a család, amiben nagyokat bele lehet esni, nem tudom, hogy estetek-e bele, de ez borzasztó kellemetlen. Tehát a helytelen út, az, ami nincs kivilágítva, amin göröngyök vannak, kátyuk vannak, és nagyon-nagyon tele van veszélyed, és nincs rajta áldás. Hát az áldás volt, amikor a sima úton tudtunk menni, de a másik az nem annyira. Tehát van egy helyes út, és van egy helytelen, és azt mondja Pál, hogy ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, mert az tele van ígéretekkel, tele van áldással. Persze, vigyázzat, Isten nem azért áldja meg az életünket, mert engedelmeskedünk neki, vagy mert jót cselekedtünk volna, hanem pont fordítva, ha járunk az engedelmességben, ott van az áldás, azon az úton. Hogyha engedetlenek vagyunk, és nem a jó úton megyünk, akkor ott nem sok áldás van. Istent nem lehet manipulálni. Istent nem lehet rákényszeríteni arra, hogy hát mégiscsak álljál már meg engem, mert most milyen jót tettem, segítettem a zebrán átvinni valakinek a csomagján. Nem. De hogyha az engedelmesség útján járunk, elkerüljük a kátyukat.
elkerüljük a veszélyt, elkerüljük a csalánokat. Hogyha megnéztétek ezt a négy verset, amit felolvastam, akkor a családdal kapcsolatban, vagy a gyermekekkel kapcsolatban Pál nem az evangéliumról beszél. De még csak nem is az a célja, hogy azok az emberek, akik ott vannak Efézusban és hallgatják, vagy később, aki hallgatja ezt a levelet, vagy olvassa, nem is az a célja, hogy megtérjen. Ennek a négy versnek nincs ilyen jellegű üzenete. Mert hogyan látja a Biblia, hogyan mutatja be a gyermekeket? A gyermekeket úgy látja, mint akik szövetségben vannak. A szülők hite által Isten szövetségében ott vannak a gyerekek is. És ez nagyon-nagyon fontos, a család szerepe. Hiszen egy közösség, egy család tudja megadni a gyermeknek az ő identitását. Egy családban tudom megtanulni azt, hogy ki vagyok én. Ez azért nagyon fontos, mert a mai világban, vagy így fogalmazhatnék nagyon divatosan, hogy a nyugati kultúrában a függetlenség az, ami nagyon-nagyon fontos. És egyre kevésbé látják meg és értik a csoport hatását. A csoport hatását az identitásunk kialakításában, mert egyének akarunk maradni, vagy egyéniségek. És a függetlenség iránti vágy olyan nagyon erős, hogy nem kell a közösség, nem kell az együttlét, nem kellenek a csoportok, nem kell, hogy együtt legyünk. Én akarom megvalósítani. Van egy üdítő ital, aminek a reklámja ugyanezt hozza vissza. Haverok, buli, hát a reklám helye onnantól kezdve. Valósíts meg önmagad! Éj szabadon! Hát ezek mind erről szólnak. És odaül az ember a tévé elé, és ezt hallja, ez manipulálja folyamatosan. Holott a csoportnak hihetetlen nagy szerepe van. Ha egy gyülekezetben ott vannak a gyermekek, és hallják az evangéliumot, az tápla, az ültetődik. Az folyamatosan ott van az ő szívében. És hogyha ezt hallja, akkor meg tudja határozni a saját maga identitását. Hiszen úgy vagyunk teremtve, hogy önmagunk nem tudjuk meghatározni saját magunkat. Hiába mondogatom magamnak, hogy jó énekes vagyok, inkább nem állnék ki. Tehát hiába mondom azt magamnak, hogy jól csinálom, vagy ügyes vagyok, hát egy idő után nem fogom elhinni, mert rájövök, hogy se nincs jó hangom, se nincs zenei érzékem, én erre alkalmatlan vagyok. És pontosan itt van a szerepe a csoportnak, mert segít ebben, segít meghatározni azt magamban, hogy ki is vagyok én. Segít meghatározni a családom, hogy hova tartozok. Sőt, nem csak az identitásomra van hatása, hanem az egész életemre, az elkövetkezendő egész életemre. Meghatározza az én létemet, az én életemet. De Pál nem állít meg, hanem tovább folytatja, és azt mondja a negyedik versben, hogy és ti, apák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket. Tehát most a szülők fele fordul. Még egyszer mondom, képzeljük el, hogy ott vagyunk Efézusban. És ott ül a gyülekeze, tele a templom, és az anyukáknak nem írt semmit Pál. Hogy érezhetik magukat az anyák most? Hát szaladnak haza, és a könyves polcról veszik le a gyerekneveléssel kapcsolatos könyveket, mert abban benne van. Na jó. Szóval, hogy... Az anyáknak nem ír semmit. Csak az apákhoz szól. De apák, nektek is csak egy verset. Egyetlen egyet. A gyerekeknek már leírt háromat, de az apáknak csak egyet. De miért? Mert nem ott volt a kérdés, hogy de hát akkor hogy csináld? A gyerekeknek itt egy teljes útmutatás. Hát velem miért nem foglalkozik Pál? Mert ennyi a lényeg, ez az egy vers, ez a
fő tanítás, hogy ti apák ne ingereljétek a ti gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Ennyi? Úgy tűnik ennyi. De mit jelent ez, hogy ne ingereljük a mi gyermekeinket? Az apának tekintélye van. Istentől kapott tekintélye. Pontosan olyan tekintélye van, arról beszél Pál korábban, hogy amilyen az uraknak, tehát a vezetőknek, az ő szolgáik fölött. És őnekik is azt mondja Pál, hogy ne fenyítsétek a ti gyermekeit, a szolgákat. Ugyanez az üzenet nekünk. Hogyan szokott, vagy hogyan hangozhatott el abban az időben mondjuk egy fenyítés egy szolga fele? Ha még ezt csinálod, eladlak olyannak, aki meggyötri a te életedet. Hát valami ilyesmi lehetett a fenyítés, vagy még durvább fenyítése fordulhattak elő. De valahogy itt kezdhet el derengeni. Efézusban is valószínűleg elkezdett derengeni, de nekünk is itt kezdhet el derengeni, hogy miről akar beszélni Pál. Talán azt akarja mondani, hogy ne legyek zsarnok a saját gyermekem felen, vagy ne legyek vele türelmetlen, és akkor kezdünk elbukni, vagy ne legyek vele durva, ne provokáljam őt, ami ugye a lelkében hihetetlen károkat tud okozni. És azt látom, és azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor, és nagyon könnyen belemegyünk ebbe. Nagyon sokszor provokáljuk a mi gyermekeinket, zsarnokoskodunk, durvák vagyunk velük, és türelmetlenek. Na de hát akkor hogyan csináljuk? Hogyan viselkedhetek én úgy az én gyermekeimmel, mint apa, hogy valóban tekintély tudjak lenni az ő szemükbe? Hát ezt minden kultúrában másként csinálják. Vannak olyan kultúrák, ahol a gyermek nem létező tehetségében is támogatják a gyermeket, hogy jól csináltad, ügyes vagy. Tehát egy nagyon pozitív támogatásban részesítik a gyermeküket. Hát nyilván ennek is megvan a hátránya és megvan az előnye. Na de hát Magyarországon nem ez van. Magyarországon egy kicsit más a helyzet. Én azt látom, hogy Magyarországon az emberek nagyon sok esetben megszégyenítik egymást. Leginkább a szégyenre alapul a mi kultúránk. De mindjárt elmagyarázom, hogy mire gondolok. Nagyon sokszor azt tapasztalom, nem tudom, hogy ki szeret hivatalba járni, bocsánat, egy kérdést, közvélemény kutatás, ki szeret hivatalokba járni, hivatali ügyintézésben részt venni? Senki. Ez az. Én is így tapasztalom. Mert hogy úgy tűnik, hogy megalkottak mindenféle szabályt és mindenféle törvényt, hogy hogyan kell bizonyos dolgokat intézni, lerendezni. Le van írva, hogy gyönyörűen. De azt látom, hogy általában nem ez a mérvadó, hanem egy személytől függ a helyzet. Hogy mondjuk ki dolgozik azon a okmányi irodán mondjuk, éppen ki van ott bent, melyik ügyintézőhöz kerülök, ő milyen beállítottságú, le akar engem uralni, vagy nem. Hát az a helyzet, hogy a hivatalba járásban azt látom, meg azt tapasztalom, hogy az ember előtte bevesz valami nyugtatót, vagy megpróbálja tréningezni magát, hogy rendben lesz minden, nem fog görcsölni. Ez tart körülbelül az első 5 percig, és akkor utána olyan keresztkérdésekkel, olyan helyzetbe hoznak, hogy teljes megszégyenül ott az ember a hivatalba. Hát ezt is elfelejtettem, nem tudtam, hogy hozni. Szóval borzasztó ez a helyzet. És ez uralkodik, és ez a görcs van bennünk, és ez a szégyen kultúra, ez nagyon könnyen bemegy a mi családunkba. Nagyon könnyen fölvesszük ezt a ritmust. Egy szituációban próbálom ezt nektek elmondani. Biztos történt már olyan, vagy ha nálatok nem, nálunk biztosan, hogy valamelyik gyermekem kiborított mondjuk egy pohár vizet.
cukrot, vagy tejet, vagy mindegy, bármi. Tehát kiborult. Hogyan reagáltátok le? Most erre nem kell válaszolni, mindenki saját magába ezt úgy megpróbálja felidézni. Hát az első reakciónk általában az szokott lenni, hogy meg kell büntetni, nem? Mert hogyha megbüntetjük, ha megszégyenül, akkor biztos, hogy többet nem fogja ezt csinálni. Mert még egyszer ebben a helyzetben nem akar belekerülni. És ez olyan logikusnak tűnik, hogy hát így oldjuk meg a problémát. Na de ez nem jó. Mert akkor megszégyenítettem, tele lett görcsel, félelemmel, és azért nem cselekszik, hogy többé ne élje ezt át. Hogyan működne ez másként? Hogyha nem a büntetésen van a hangsúly, hanem mondjuk a helyes viselkedés tanításán. Hát ugye, akkor azt mondanám, hogy semmi baj. Semmi baj, tudom, hogy nem szándékosan akartad, tudom, hogy véletlen volt, de figyelj oda jobban, mindig figyelni kell. Hát nem szoktunk így viselkedni, de mindig figyelni kell. Figyelj, amikor mozdulatod van, vagy valamit csinálsz, mert látod, hát ez a következmény. De ha valahonnan csípőből ez jönne, és nem az előző verzió, akkor egy idő után kialakulna, nem alakulna ki a szégyen, és nem alakulna ki a görcs. Nagyon sokszor átéljük, tehát a nyilvános megszégyenítés az mindig ebben jár. Lehet, hogy egy családon belül, de a család többi tagja előtt szégyeníted meg, ugyanezt fogja átélni. A következménye ennek az, hogy az emberek egy része tele van haraggal, a másik része meg rendkívül visszahúzódó. Nem tudom, hogy te melyikhez tartozol. Én visszahúzódó lettem. Miért nem lehet az apukáknak ingerelni, vagy miért nem szabad az apukáknak ingerelni az ő gyermekeiket? Hát mert Isten nem így bánik velünk. Én soha nem tapasztaltam azt, hogy Isten engem megszégyenítene. A bűneim miatt éreztem szégyent, de az más, mert az Istentől jön. De nyilvánosan, hogy engem kiállítson és megszégyenítson, ezt még soha nem éltem át. Legyetek apák, legyetek kegyelmesek a gyermekeitekkel, hiszen ezt tapasztaljuk az Istentől. És ezáltal, hogy mi ezt képviseljük, hogy kegyelmes tudok lenni az én gyermekemmel, akkor át fogja élni, meg fogja tapasztalni az Isten kegyelmét. Hiszen a gyermekekben az Isten képet alakítjuk mi. Mi apák alakítjuk ki az Isten képen, és ez egy óriási felelősség. Hogyan lehet Isten kegyelmét képviselni egy családban? Hogyan tudom én, vagy ti, az Isten kegyelmét képviselni? Hát az alap az, hogy nekem kell átélni először. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy át kell, hogy éljem, hogy Isten mennyire kegyelmes velem, és mennyire szeret engem. Az a helyzet, hogy tisztában van vele az Úr, hogy nem tudunk, és nem tudok úgy viselkedni, és nem tudok olyanokat tenni, hogy én kivívjam az ő szeretetét. Neki lehet futni, meg lehet próbálni, mondjuk csak a hegyi beszédet, ha veszik alapul, az a Bibliának csak egy kicsi része. Ahol arról beszél Jézus, hogy hát ha megdobnak kővel, akkor dob vissza kenyérre. Hogyha valaki el akar menni veled egy napi járóföldre, menj el kettőre. Ha valaki kéri a felső ruhát, adj neki az alsót is. Hogyha valaki megüt jobbról, tartsd oda a másikat is. És hogyha most felállsz és azt mondod, hogy nekem ez megy, ezt megcsináltam, sőt, megcsinálom, Jézus még oda teszi a végére, hogy végezetül, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok.
itt dől össze minden elképzelés arról, hogy mennyire jó cselekedetekben élünk, és mennyire jó vagyok, és mennyire nagyszerű dolgokat tudok én tenni. Nem tudom megcsinálni. Nem tudok tökéletes lenni. Hát az isteni mérce az itt van fönt valahol, én csak eddig tudok felugrani. Nekem ez nem megy. És itt jön be a kegyelem, hogy Isten ezt tudja. Tisztában vele. És nem is azt várja, hogy én az én saját erőmből odáig följussak addig a szintig, vagy megpróbáljak azt a mércét elérni, hanem azt mondja, hogy mered rám bízni magad. Én így szeretlek, ahogy vagy. Csak gyere. Gyere, és én megfogom a kezed. Vezetlek. Én megbocsájtok. És hogyha átélem Jézus Krisztusban ezt a kegyelmet, ha megtapasztalom, akkor ezt tovább tudom adni az én gyermekemnek, mert csak azt tudom továbbadni, amit én átéltem. Húzhatok maszkot, vehetek föl állarcot, nem lesz hiteles, nem tudom továbbadni, nem tudom neki elmondani. Megpróbálhatok az előző, vagy az első példánál, megpróbálhatok énekelni, de rá fog jönni egy idő után, hogy vannak nálam jobb énekesek. Lehet, hogy végighallgattad, amit én most itt mondtam, belenéztél a saját életedbe, és az a gondolatot támad, hogy hát én nem ilyen vagyok. Én időnként ingerlem az én gyermekemet, provokálom, türelmetlen vagyok vele, lehet, hogy durva is. Ezt így, ezt én nem tudom így élni, megélni, átélni. A jó hír az, hogy Jézus Krisztus elhozta a megváltást. Ugye Ézsaiás 61. részében van egy gyönyörű ige, ami Jézus Krisztus küldetéséről szól. Jézus Krisztus elhozta a megváltást, nem pusztán a megbocsátást hozta el, hanem a megváltást. Hogy olvasson föl ezt az egyik ígét még? Uramnak, az Úrnak lelke van rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és föloldozást a megkötözötteknek. Jézus Krisztus programja tulajdonképpen ez. Tehát nem pusztán megbocsátást hozott. A megbocsátás tulajdonképpen, ha csak ezt mondanánk a bajban lévő embereknek, hogy nyugi, megbocsájtottak a te bűneid, ez majdnem olyan, mintha egy maratoni futónak azt mondanád, hogy eltört a lábad, de semmi baj. Tudom, hogy ezt nem te akartad, menj és fussd végig a távot. Hanem sokkal többről van szó. Jézus Krisztus megváltást hozott. Azt mondja, hogy meggyógyítást. Azt, hogy megváltozom az egész életet. Hogy bekötözzem a sebeidet, az, amik fájnak. És a kezembe vegyem a te életedet, és hordozlak én téged. A Messiás eljött, hogy ápoljon és gyógyítson. Hogy elengedjen és felszabadítson. Ezt kaptuk Jézus Krisztusban. És erre hív Pál, adjuk tovább a mi gyermekeinknek. Ez a kegyelem, ezt tudom nekik mutatni. Szükségük van rá, mert csak itt fogják megkapni a családban, a közösségben. Itt tudják átélni. Én kívánom azt, hogy tudjuk átélni elsősorban Istennek a kegyelmét, hogy találkozzunk vele nap, mint nap. És hogyha megvan, ha találkoztam vele, akkor merjek az én gyermekeim felé fordulni, mert nekik pontosan erre van szükségük, amit mi tudunk adni nekik. Az ő életüknek a meghatározásában, hogy kik is ők, és milyen lesz az ő elkövetkezendő életük. Kívánom ezt mindannyiunk számára. Amen. Wandering, come stumbling in like a prodigal child.